Én ott hagytam az iskolapadot. Fogtam az egyetlen galambunkat, és berukkoltam katonának. Részlet a Szürke senkikből. Az első világháborús filmet tavaly mutatták be a tévében, a kanizsai kötődésű Kovácsás József élete első film és főszerepét játszotta, és olyan színművészekkel dolgozott együtt, mint Trél Zsolt vagy Molnár Levente. A filmet a piarista diákok is látták. Nem ilyen tipikus, ilyen amerikai film, hogy oda mentünk, széjjelvertünk mindenkit, meg ez mégis magyar történelemmel foglalkozott, és nem azzal, amit kapunk mindenhonnét. Nagyon érdekes volt a forgatás maga. A Kaposvári Egyetem művészeti karán tanuló fiatalember középiskolás éveit a piarista iskolában töltötte. Az érettségi után eltelt évekről, pályaválasztásról és két új film szerepéről is mesélt a mostani kollégistáknak. Nagyon jó volt 5 év után visszajönni ide. Tényleg, mert annyira hiányzott már ez a város, meg ez a közeg. És tényleg hívtak amúgy az előző években is, de nem tudtam elmenni ilyen-olyan munkák miatt. Viszont most így el tudtam szabadulni, és ennek nagyon örülök. Másrészt meg ezért is akartam eljönni, hogy a mostani diáksereknek tudjak valami támpontot nyújtani, amit összeszedtem tapasztalatot az 5 év alatt. József szerint olyan pályát kell választani, amire az ember hivatásként tud tekinteni, ha valaki elkötelezett, bármit elérhet a szakmájában. Szeretnénk, hogyha a jelenlegi diákjaink, kollégistáink látnák azt, hogy azok a diákok, akik nálunk leérettségiztek, feladatot és hivatást vállaltak, és ők ráléptek egy olyan pályára, ami az ő élethivatásuk, életpályájuk lesz, és reméljük, hogy ezt itt alapozták meg azzal, hogy nálunk érettségiztek. Szeretnénk őket példaként állítani a diákjaink elé, illetve hát szeretnénk egy a tanulási motivációt is beindítani náluk. Kovácsás József a Kollégiumi Esték című programsorozat keretében beszélgetett a tanulókkal, akik az idei évadban más piarista öregdiákokkal is találkozhattak, így Madarász Szilveszter rezidens orvossal és Kocsis Anita régésszel.